Makováros önkormányzata számára kiemelt fontosságú a turizmus fejlesztése, ezért a képviselőtestület hétfői rendkívüli ülésen döntött egy ezzel kapcsolatos pályázat beadásáról. A területi operatív program keretén belül meghirdetett projekt 95%-os intenzitású. Az igényelt támogatás 220 millió forint, ehhez a város 11 millió forint önerőt biztosítana. A programnak köszönhetően egy 14 állomásból álló kultúrtörténeti, helytörténeti, vallástörténeti, tematikus turisztikai utat létesítenének a városban. Az Igaz Gyöngyök útja Makó című projektet, Makó épített és szellemi örökség értékeinek a hasznosításaként szeretnénk megcélozni. Egy látogatóbarát és élménybarát, élményelemeket tartalmazó útvonalat szeretnénk a turistáknak és az ideérkező vendégeinknek biztosítani. Városi szintű kulturális tematikus útnak a megvalósításáról van szó. További forrásoknak köszönhetően ez a projekt bővíthető. A tervek szerint az önkormányzata a Szeged-Csanádi Egyházmegyével közösen pályázhat a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt kulturális tenderre. Emellett a határon átnyúló román-magyar együttműködés keretein belül ehhez kapcsolódva a városvezetés szeretné megújítani az Istók Margit emlékházat. Ez az egyházak, a civil szervezetek, a testvértelepülések, valamint a turisztikai egyesületek összefogásával valósulhat majd meg. Az Igaz Gyöngyök útja Makó című pályázat nyertes elbírálás esetén 2020 végéig fejeződne be. A témával bővebben heti híradónkban számolunk majd be.